befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Vavreg Zsolt lakossági üzletág igazgató a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, mi történik a budapesti értéktőzsdén? Végre emelkedünk, na, csak ne kiabáljam el. Egyelőre 387 pontos emelkedés van a BUX, ez több mint 1%-os erősödés, a forgalom is elég jelentős, 1,2 milliárd, ha már ez az utóbbi napokban azért jellemző volt az esés folyamán is, hogy elég átlagot, majdnem kétszeresen meghaladó forgalmat is láttunk az utóbbi napokban. Az OTP az ismét 9000 forint fölött van, 9040 forinton kötötték az utolsót, 1,8%-os erősödés, a Richter 6860 forint, tehát az tovább erősödik 0,5%-kal, mondjuk a Richter az utóbbi napokban viszonylag jól teljesített. A MOL is 1570 forintig tudott emelkedni 1,2%-kal, és az M-Telekom pedig 0,6%-kal erősödött. És ez annak fényében érdekes, hogyha kitekintünk Európára, akkor azt látjuk, hogy ott azért nincs ez a nagy optimizmus. A DAX index az mínusz 14 pont, a francia index mínusz 12 pont, az amerikai futures-ek mondjuk plusz vannak, de nagyon minimális mértékben, tehát annyira azért az nem indukálna ezt a emelkedést, és hát, hogy a londoni tőzsdéről kitekintünk, ők vannak egyelőre plusz a plusz 10.01%, tehát egyelőre ezt látjuk itt közel 3-4 óra elteltével. Forint az hogy szerepel? Yep, igen, bocsánat, és a forint is erősödik. Tehát, na, hát ez tehát fontos. Igen. És optimista péntek végre, tényleg optimistán tudok nyilatkozni, ennek örülök. Tehát 362-t ostromolja már az euróforint árfolyama, ugye tegnap reggel még 367 forintnál jártunk, kicsit alulról súroltuk, tegnap a MNB tender, de ugye tulajdonképpen egy 15 bázispontos emelés történt, és igen, ennek ilyen, hatására ilyen már elindult az erősödés, 363 körül voltunk tegnap az alja, és ma egyelőre tovább erősödik, tehát ahogy említettem, most 362-20 euróforint két oldala, egy dollárért pedig 310 forint körül kell adni ebben a pillanatban. Igen, ilyen rejtett kamatemelés volt, akkor ezek szerint jól zárjuk ezt a hetet, reméljük, hogy így is marad. Nagyon bízunk benne. Oké, az OTP meg a MOL a legfontosabb, ugye, mint ahogy tudjuk, a BUX szempontjából legalábbis, és ahogy nézem, az OTP viszi a prímet, meg te is mondtad, úgyhogy ugye reménykedünk ezen a szép optimista pénteken. Egyelőre még napsütéses napon. Oké, köszönjük szépen, Zsolt, jó munkát, illetve jó pihenést a hétvégére nektek. Köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok! Vavreg Zsolttal, lakossági üzletág igazgatóval beszéltünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És hát még egy születésnaposnak kell a kalapunkat megemelni, mert hogy 76. életévébe lépett Michael Douglas. 76 éves, ugye, és rengeteg nagy szerepet köszönhetünk neki, de mi mégis Gordon Gekkót emeljük ki nyilván a tőzsdecápákból, mint műsor, de ettől függetlenül még ugye ott van az összeomlás epikus karaktere is. Azóta sose tudom az mekkora elfelejteni, hogy tényleg mennyire borzasztóan idegesítő, hogy nem úgy néz ki a hamburger, amit adnak, mint ami a képen van. Ez egy azóta zavaró tényező, de legalább eszembe jut ilyenkor a Michael Douglas, és jót röhögök magamba, ezzel is segít. Meg hát ugye volt neki egy óriási szerepe, amiről kevesen tudják, de nyilván megcsinálták a németek a maguk változatát is Derrickkel és Harryval. Még a karakterek is stimmelnek, mert hogy ugye Michael Douglas óriási talakított, és nagyon sokáig volt a TV képernyőkön azzal a sorozattal, aminek ez volt a zenéje.